Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök benneteket. Nagyon fontos, hogy nem azért állok itt kinneknek, mert valószínűleg már mindenki volt hasonló jellegű gyűlésen, összetoborozunk a barátainkat, stb. És megpróbálnak meggyőzni minket, hogy valami csodát fognak látni, utána megpróbálják őnekik eladni ezt a csodát. Én hiszek a csodákba, de hiszek az első csoda az, ami bennünk van, és az a saját testünk és a saját szervezetünk, az agyunk, ahogy gondolkodunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hogy itt módosítunk, nem fog módosulni semmi a szervezetünkben igazából, hogy egészségesebbéké váljunk. Tehát kérlek, hogyha azt gondolod, hogy most neked én terméket próbálok győzködni, vagy eladni, vagy becserkészni, bármibe is, erről szó sincs. Szeretnék nektek egy olyan egészségügyi információt átadni, ami után én kutattam. Tehát nagy része, amit itt látni fogtok, végül is igazából semmi köze nincsen se a réncéghez, se egy termékhez konkrétumban, hanem arról van szó, hogy hogyan működik a szervezetünk, hogy dolgozunk föl bizonyos dolgokat, és hogy tudjunk esetleg változtatni az életstílusunkon. Elnézést, lekapcsolok innen, és már is megnézzük, hogy melyik irányba indul meg. Úgy néz ki a másik. Jó. Igaz, hogy a prezentációm angolul van, de azért fordítom, amennyire csak lehet. Anyukám megkérdezte, azt mondja, hogy kisfiam, nem vagy ideges, amikor így előadást tartasz? Mondom, hát anyukám, a legutóbbi nagy előadáson 1700 ember volt, utána másnap meg 2300, tehát két nap alatt már közel 4000 ember látta az előadásomat egy stadionban. Úgyhogy igen, ideges vagyok, mert ilyen kevesen nem ültek még előttem. Annak ellenére tudom, hogy nagyon sokan vagytok most itt ma, úgyhogy ennek örülök. Na, visszatérve, félretenni a vicceket. Különböző olyan természetes vágyai vannak az embereknek, amit szeretnének elérni. Például az első pont az, hogy egészségesek legyünk. Hányan szeretnének az emberek vagy közületek? Nem ez az első, nem vagyok egészséges, utána teljesen mindegy. Én ebben szembenéztem 2005-ben, mert volt egy nagyon komoly autóbalesetem. Egész addig én is úgy gondolkodtam, és éltem, és cselekedtem, mint mindenki más, hogy halhatatlan vagyok. Aztán ez hamar bebizonyosodott, hogy ez nem egészen úgy van. Mindenki szeretné, hogy szeressék, és hogy ő is szerethessen valakit. Ha idáig tetszett, akkor folytatom, ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy igen, tetszik idáig, jó, jó. Szeretek viccelődni, tehát szeretem fellazítani a hangulatot. Mindenki szeretne, ugye, hogy fun, tehát a fun az azt jelenti, hogy vidám, tehát legyen egy vidám.
De ez állítólag nekünk oké. Ezt megengedte az FDA, tehát az amerikai gyógyszeripar, hogy ezt nyugodtan, miért ne? Amit a legtöbb ember nem is tud például, hogy amit eszünk, iszunk, de még a gyógyszereinkben is kőolaj származék van, tehát ezt úgy nevezik, hogy pakúra. Halálos, toxikus méreg. Beszéljünk egy picit például, hogy kihalott trans fats. Eszel ilyen dolgokat, ilyen kis csomagolt tasacskákat, ilyen édességeket, amiket becsomagolnak, meg stb. Stb. Jó íze van neki, de mind méreg. Kozmetikai szerek, hölgyek, milyen kozmetikai szereket használtok? Mind mérges, mind mérgező anyagokban vannak. Majdnem, hogy mindnek az alapanyaga halálos, toxikus méreg. 70%-a a bőrödnek, amit ráteszel, beszívja a vér áramlatba, a vérbe. Sőt, vannak, most már megállapították, hogy jobban járnál, ha megennéd, mert legalább akkor a sav lebontja a gyomrodban, mint hogy magadra kened, mert így meg bemegy a véredbe. Tisztítószerek. Olajok. Milyen olajokat használtok? Hányan tudjátok azt például, hogy főzni vagy sütni például kókuszolajjal kéne, vagy pedig szőlőmagolajjal? Van egy ember emelte fel a kezét? 2, 3, 4, oké, jó, hát akik már azért hallották az előadásomat, lehet, hogy hallottak erről. Vagyunk itt 100-an, 120-an, és abból jelentkezett 15. Hányan hány ember vett egyáltalán valaha is szőlőmagolajat itt? Én csak azzal főzök, meg sütök, meg kókuszolajjal. Megtanultam, utána jártam, kutattam, kerestem. Ezek az olajok, amik a piacon vannak, ezek mind olyan magokból vannak, a napraforgó, stb., ami mind ilyen genetikailag módosított magok. Vegyszerekkel a DNS-ük, stb. Módosítva van. Szükségünk van rá valóban? Nem tudom. Tudjátok, hogy mit hoznak ezek létre? Mert elkezdenek indítani a szervezetben, amit úgy nevenek, hogy
fogsz itt ülni, vagy máshol. Tehát gondolkodjátok el azon, amit majd most látni fogtok továbbiakban. Néha nagyon kemény dolgokat mondok, de muszáj. A rák az egy olyan utolsó stádium a testnek, amikor megpróbálja kilökni már magából azokat a mérgező anyagokat, amit már nem képes a májad lebontani. Ez egy védekezési rendszer. Megpróbálja betokosítani, megpróbál védekezni. Ezeket nem én találtam, ha bementek például, hányan végeztetek agykontrollt? Jó? Menjetek be az agykontrollt centrumba, árulják ezt a könyvet magyarul. Hogy a rák nem betegség. Meg lehet venni Magyarországon is. 4400. Tessék? 4400. Na, tessék. Például akkor most mondok egy másik. Az Ausztrália Rákutató Intézet kiadott egy ilyen hírt, hogy 2,3% az embereknek, akik túlélik a kemoterápiát. Akkor most ezt fordítsuk meg. Én most autógyáros vagyok. Itt állok előttetek, és a legújabb autómat árulom. És meg akarlak győzni, hogy vegyél tőlem egy autót. És amikor megkérdezem, hogy milyen biztonsági statisztikáim vannak, akkor azt mondom, hogy 98% az autóimnak, aki abba belül, belehal. Felrobban az autóm. Nem baj, ez a 2%, az boldogan él még 4 évet. Utána. Esetleg 10-et. Mert lesz, aki tovább is, de azok valószínűleg már komoly radikális változásokat is csináltak az életvitelükben. Ezeket nem én találom ki. Utána lehet nézni bárhol. Semmi köze énhez. Semmi köze én hozzám. Mi történik végül is a szervezetünkben? Tudjátok-e, hogy mi történhet az agyban? Mitől kap valaki agyvérzést? Mitől kaphat esetleg szívbetegséget? Töménytelen mennyiségű egészségtelen zsírt viszünk be a szervezetünkbe.
vastagbélrák, magas vérnyomás, vese problémák, leáll a veséjük, cukorbetegség, tüdőrák. Ismertek valakit ezek közül? Rokonságban? Ez egy statisztika. Szívinfarktus, ami a első, amiben a legtöbb ember belehal, ez a betegség Amerikában. Második a rák, látjátok a számokat évente. Agyvérzés, Alzheimer's, cukorbetegség, Parkinson, krónikus fájdalmak, aszma, bőrbetegségek, arthritis, depresszió. Tudjátok azt példa, hogy olyan Európában 40% az emberek valamilyen formájában depresszióban szenved. És ha nyomják nekik a gyógyszereket. Nem gyógyulnak meg belőle, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. Érdekes módon nem lesznek boldogabbak, nem ugranak ki a bőrükből, maximum az ablakon. Nevetséges, amit mondok, tudom, de ez így igaz. Hát hogy tudom én ezt az őrületet leállítani? Először is bizonyára már mindenki hallott antioxidánsokról. Tehát bejutatni valamit a szervezetben, ami leállítja ezt az ördögi folyamatot, ezt a belső pusztítást, az, hogy leállítsa a belső gyulladásokat a szervezetünkben. Eseményt találtam ki, Richard Cutler azt mondja, hogy az antioxidáns mennyiség, ami a szervezetedben, az egyenletes korrelációban van, avval, hogy meddig fogsz élni. Oké, akkor várjunk. Ha egy C-vitamint veszek, és az is antioxidáns, hogyha minél több antioxidáns veszek be, hogy ezt az oxidálódást, ami a szervezetemben van, ugye, akár az agyamban a stressztől, akár sportolástól, akár a levegőtől, a vízben, a kémia vegyi anyagoktól, tehát ha azt tudom csökkenteni úgy, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű antioxidáns viszek a szervezetembe, akkor ezáltal tovább tudok élni. Tehát akkor mi a megoldás arra, hogy még több vegyszert, vegyi anyagot szedjek a szervezetembe, vagy az, hogy együnk? Nekem teljesen mindegy, hogy ki hisz Istenben, meg ki nem, tehát nem azért vagyok, hogy Bibliáról beszélek, de...
Hogy ugorjak ezen, majd visszajövünk oda. Tehát, hogyha a máj nem kap megfelelő egészséges olajat, vannak, akik szeretik az alkoholt, előbb-utóbb a máj így néz ki, összezsugorodik, szirhózis, nem tudom, hogy mondják magyarul most hirtelen, ugyanígy a vesére is. Ezek az esszenciális zsírok, amiknek be kell kerülnék a szervezetbe, nem csak vitaminokról van szó. Á, itt van, ez az én kedvencem. 60% az agynak zsír. A magyar étkezés nagyon zsíros étkezés. Tehát a szószoros értelmében, amikor elkezd zsírosodni az agy, mert az, anélkül, tehát zsírokra szükségünk vannak, de amikor nem egészséges, tehát amikor teli van tömítve az agy állati zsírokkal, akkor nem fog funkcionálni megfelelően az emberi agy. Képtelen ellátni a feladatát. Memóriazavarok megindulnak, erre beindul a stressz, hagyd ne menjek bele az agyba most már, mert itt a belső rendszerben itt úgy van egy olyan, hogy neveznek, hogy limbikus rendszer, ebben a limbikus rendszerben reagálunk stresszre, reagálunk érzelmekre. Ezen belül vannak olyan mirigyek, mint a tobozmirigy. Például tudjátok azt, hogy a flór a vízben, most már ahol én lakom, ott Kanadában például kivették végre a flórt a vízből, amit ugye a nácik annak idején belevittek pont azért, hogy az embereket docile, tehát hogy ilyen bárányszerűvé tegyék, mert ugye csökkenti a tobozmirigyben azokat a reakciókat, hogy ellenállást, tehát minél kevesebb ellenállással kezeljék a tömegeket. Ez a flór, ami benne van a fogkrémedben, ami a vízben benne van, kikövesedik a tobozmirigyen, megszűnik neki a normális funkciója. Nem én találtam ezeket ki. Filmet adok róla, orvosi kutatásokat. Limbikus rendszerben reagálunk érzelmekre, megindít,
sokat. Ez a termék, amit én most mutatok neked, ez a szól, ebbe benne van fekete kömény, a fekete málnamag és a chardonnay szőlőmag. Ehhez hozzáraknak D-ribost, ami egy 5 cukros karbon, hogy mondják, szénmolekula, széncukor, és ebből ki, ez végül is a szervezetünk megint csak gyártja, ez a szívizmoknak szükséges, ahhoz, hogy egészségesen verjenek. Tehát ha sportoltam, lemerültem, felhasználja ezt a D-ribost a szervezetemben, annál többet kéne, hogy gyártson. Annál többre van szükségem. 14 féle különböző vitaminra van szükség a szervezetünknek, ebben a kis zacskóban a 9 a legfontosabb benne van. Benne vannak antioxidánsok, eszenciális zsírok, omega 3, omega 9, 6 vitaminok, ásványok, gyulladáscsökkentők, és itt megint bejön egy szó, hogy resveratrol. A szőlőmagnak a héja, ahogy lesajtolják, ebben resveratrol van. És ez az olaj, ami fiatalás gátló, tehát illetve fiatalítja a sejteket. Tehát nem elég az, hogy a kenezedre kenegessél mindenféle krémet, hanem az, hogy a sejtjeid belülről kezdjenek egészségesé válni. Ennél jobb, tehát a resveratrolnál jobb öregedés gátló anyag nem létezik jelen pillanatban a világon. A fekete málna 45%-ban csökkenti a végbélráknak a fejlődését vagy a terjedését. Jobban használ, mint a kemoterápia. Egyébként ez a fekete málna magból sajtolt olaj kontrollálja a
Intelligens vagyok, mondom, hát most elvégezte az összes tanfolyamat, kifizetett 2 millió forintot már nekem, mondom, miért ne, nem olcsó a tanfolyamom, tehát mondom, miért ne vehetnék tőle valamit, nem tudom mi ez. Majd berakom én is oda a garázsba, többi. Nincs, ne, tehát tényleg csak akkor semmi más nem érdekelt, jóval Laci, csak mondjad. Elkezdtem inni ezt a terméket, de úgy, hogy ilyen 3-4-5 zacskóval naponta. 3 hónap alatt megszüntette azt a gyulladást és azt a fájdalmat, amit a morfin nem szüntetett meg. Nem hazudok? Nem kitalálom? 2005-ben így mentem. Ilyen voltam. Évekig ilyen voltam. 2010-ben anyukám látott, így álltam. Így jöttem, így tanítottam Magyarországon a hipnózist. Jó? Miért segített? Mert bevitte ezeket az olajokat, és elkezdte a gyulladást megszüntetni a sejtszövetekben. Úgy nézek ki, mint akinek bármiféle problémája is van. Mindegy, most. Tehát tapasztaltam a testemen azt, amit nem érdekelt még üzletileg sem a dolog, tehát abszolút nem érdekelt semmi engem, egy valami érdekelt, mondom, Laci, 3 hónapot itt voltam, megyek vissza Kanadába, kitől tudom megvenni? Azt mondja, senkitől nem árulja senki. Mondom, Kanadában ezt senki nem árulja. Azt mondja, nem. És akkor villant be, hogy mondom, van egy jó termék végre a piacon, ami hat az agyra, amivel foglalkozom. Inkább ezt ajánlom az embereknek, mint szedik ezt a sok depressziós gyógyszert. Megszünteti a szövetekben a belső gyulladást, csökkenti a fájdalmat, segíti a májat. Tehát minden összeállt úgy, tudod milyen sokat foglalkoztam arra, hogy mire azt mondtam neki, hogy jó, akkor én ehhez hozzárakom a nevemet? Soha nem érdekelt az, hogy mit mondott valaki innen a réncégtől. Az érdekelt, hogy ezek mögött milyen kutatások vannak. Elmentem, leteszteltem saját magamon. $650 fizettem ezért a tesztért.
Ha azt mondom, hogy Nevada nekem Las Vegas uglik be, nektek is gondolom. Itt van egy másik hölgy, Marta Ross. Hogy hívják magyarul azt, hogy Fibon Malaysia? Ugyanígy? Oké, okay, bocsánat. Arteritis, 17 éve idegbeteg, nem idegsérülés, bocsánat, tehát idegsérülései vannak. 13 évvel ezelőtt berakták neki a második pain pump, az azt jelenti, hogy a morfiumot ilyen pumpával nyomják a vérébe. 6 évvel ezelőtt voltak neki fusion, tehát az azt jelenti, hogy a gerincébe valószínűleg neki is valahol rudakat raktak. 3 hónap után a morfin csökkentettek neki 150 mg-ra, 5 hónap után felállt a tolókocsiból. Soha az életben nem lesz 100%-osan egészséges, mert hát ezen, amin ő is keresztül ment. De az óriási különbség úgy leélni az életedet. Ma talán eddig szeretném elmutatni, hogy ne menjünk már ennyire tovább bele. Ha valakinek van kérdése, nagyon szívesen válaszolok, mert nem azért hívtalak ide, hogy eladjak egy terméket, vagy becserkészünk meg, stb. Stb. Tehát fontos, hogyha valami megfogott, ha más nem, annyit kérek, hogy fogadd meg magadnak, hogy megváltoztatod az életviteledet, ha valaki ajánl valamit, nézzél utána. Itt voltam tavaly, voltak, akik elkezdtek nekem magyarázni ilyen desztillált sós vízről. Őrület. 2 embert is ismerek azóta, akinek ödém második a melle, a lába, mert a só visszatartja vizet, nem fogja meggyógyítani. Nincs benne tápanyag az agynak, az agy kontrollálja az endokrin rendszert, a belső szerveidet. Tehát találjál valamit, ami úgy gondolod, hogy egészséges. Beszélgettem egy hölgyel itt, az elmondta, hogy szinte már mindent nyersen eszik. Nem a húst, zöldségeket, gyümölcsöket. Megmosod a gyümölcsöt? Tényleg megmosod a zöldséget? Lemosod róla a permetező szereket? Ugye? Van, aki így csinál. Ezek